Visszanyeri régi fényét a Pécsi Király utca ikonikus épülete, a Tiszti Kaszinó. Az ingatlan együttes 2021-ben került a Matthias Corvinus kollégium tulajdonába, mostanra pedig előkészítették a tervezési folyamatot. Az épület átalakításával az MCC célja, hogy a Király és a Mária utcára nyíló telken egy a legtehetségesebb pécsi és baranyai diákok képzésének megfelelő, korszerű létesítményt alakítson ki. Megkezdtük a statikai állapotfelmérést, valamint a levéltári kutatást. Szerettünk volna minél tisztábban látni azt illetően, hogy milyen erekjék, milyen történelmi dísztárgyak színesítették egykor a Tiszti Kaszinót, mivel ezeket szeretnénk visszavásárolni vagy visszaszerezni, és ezeket újból a pécsi diákok és a pécsi polgárok rendelkezésére bocsátani. Az épület ugyanis amellett, hogy a pécsi tehetséggondozási programoknak ad otthont az általános iskolásoktól az egyetemistákig, a város közösségi életébe is aktívan becsatlakozik majd. Az MCC munkatársai, ahogy a most is, úgy a jövőben is ingyenes rendezvényeket biztosítanak a lakosságnak. A beruházást egy élő szellemi kulturális szövetként képzelik el. Azt még szeretném kiemelni, hogy az épületben lesz majd egy új beruházás is, amely során egy 150 fős diákotthont, egy kollégiumot fogunk itt felépíteni, hogy a pécsi egyetemistáknak ne legyenek lakhatási problémái a tanulmányaik során. Ezek az elképzelések azonban hosszú évek múlva valósulnak meg, tette hozzá Pónusz Robert, hiszen a többszintes épület és a hátsó telken lévő ingatlanok szinte mind életveszélyes állapotban vannak, így sok munka vár még a szakemberekre, miután a tervek szerint idén lezárják a tervezési közbeszerzést.